Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A 4x100-as vegyes váltó tagjaként EB ezüstérmet szerzett Barna Bianca. Budapesten az Újpest megyeri Tigriseknél folytatja pályafutását Busz Iván, a Kékcápák korábbi csapatkapitánya. Az NB1B zöld csoportban kezdi a következő idényt a Sunshine League-se. A 4x100-as vegyes váltó tagjaként ezüstérmet szerzett Barna Bianca a romániai junior Európa-bajnokságon. A nyíregyházi úszónő emellett mindhárom mellúzószámban bejutott a középdöntőbe. Mindenképpen szerettem volna az egyéni számukban középdöntőbe jutni, vagy akár a döntőig is. Az utóbbi sajnos nem sikerült, mivel az egyéni számok nem úgy sikerültek, ahogy ezt én terveztem. Pedig nagyon jó formában érkeztünk erre a versenyre, viszont a váltóra nagyon jól sikerült a szereplésem, és ennek nagyon örülök, hogy így ennek a csapatnak a tagja tudtam lenni. Mi lehet szerinted az oka annak, hogy az egyéni számokon ugye 50-100-200 merről van szó, elmaradtál a legjobb eredményeitől? Szerintem egy kicsit ráizgulhattam, mivel azért elég nagy verseny volt ez, és így szerintem a tét is nagy volt, hogy most döntő-középdöntő bejutás. De nem vagyok egyébként csalódott, mivel a középdöntő is nagyon szép eredmény. Milyen hangulatú volt a verseny, mekkora volt a felhajtás? Voltak nézők is, illetve a többi csapattársunk és többi versenyző is tudott szurkolni a másiknak, úgyhogy így szerintem kicsit jobb volt a hangulat, mint amikor még a Covid ideje alatt nem mehettek be nézők a versenyre. A magyar válogatott végzett az éremtáblázat élén, gondolom jó volt a hangulat a magyar csapatban, hiszen minden napra jutott egy érem, aranyérem. Igen, nagyon jó hangulat volt, jó csapat és társaság alakult ki. Szerintem ez a magyar csapat az egyik legerősebb csapat volt így az ifjúsági korosztályban, és tényleg nagyon örülök, hogy ennek a csapatnak így a tagja és a része tudtam lenni. Alapesetben már vége lenne a nyári versenyszezonnak, most viszont csak 5 nap pihenőt kaptál, hiszen augusztus végén kezdődik a nem túl közeli Limában a junior világbajnokság. Milyen erőben érzed magad, mennyire vagy motivált a VB előtt? Mindenképpen úgy érkezek arra a versenyre, hogy az egyéni legjobbaimat meg szeretném majd úszni, illetve a váltóval is ugyanígy egy döntőt, vagy akár egy érmes helyezést is összehozni. Az egyéni csúcsokat remélem sikerül majd megjavítanom. A 3 egyéni számban 3 középdöntő szereplés, a 400-as vegyes váltóban egy ezüstérem. Mennyire vagy elégedett Bianca Európa-bajnoki szereplésével? Mivel első éves, tehát első főversenye volt, illetve első világversenyét mondhatjuk, és itt is a fiatalabbak között számít. Én meg voltam elégedve az eredménnyel. Némi egyéni számban egy bizonytalanságot éreztem, a versenynyomása, pszichés problémák, de a váltóra és az utolsó napra ezt le tudtuk vetkőzni, és extra teljesítmény nyújtott, és a váltó is csak hajszála maradt le az Európa-bajnoki címről. Fiatal versenyzőről van szó, mint említetted. Lehet egyáltalán egy fiatal versenyzőnek folyamatosan javítgatni az egyéni csúcsait? Inkább a fiatal versenyzőknek lehet ezt, mint a felnőttektől elvárni, de én azt mondom, hogy ő még abban a korban is olyan lendületben van, hogy ez versenyről versenyre javulni fog. A Biancának nagyon sok fejleszteni való van technikailag, illetve erőlétileg, főleg a karban és válban, a mellúszásnál, aminál a súlyozottan fontos lehet, de nagyon sok fejleszthetőség van, nagyon sok jövőkép van benne, és a mellúszó mezőnyben is, én azt mondom, bár ő első éves ifi, hogy nyugodtan lehet az oroszlán bajszát cibálni, és a felnőttek között is kipróbálni magát. Július végét érünk, már Bianca mögött van egy felnőtt országos bajnokság, egy korosztályos OB, a mostani junior Európa bajnokság, egy gimnáziádé, és még nincs vége, hiszen augusztus végén szeptember elején Limában junior világbajnokság. Milyen formából vágtott neki ennek az egy hónap felkészülésnek? Szövetségi kapitány úrral egyeztettünk. Nekem az volt a legnagyobb kérdés, hogy hány napos a verseny és milyen hosszú ez. Sajnos ez is 6 napra sikeredett, és annyiban változott a program, hogy a 200 méter mell az a váltó napján van. Úgyhogy úgy egyeztünk meg, hogy a világbajnokságon az 50 és a 100 méter mellett, illetve a váltót fogja úszni, hiszen a váltó itt is nagyon jó eséllyel indul. A 200 métert most egy hanyagoljuk. Ez edzés szempontjából annyit eredményez, hogy az 50-re 100-ra talán még jobban fönn lehet tartani ezt a formát.
és hát az augusztus szinte végig kell dolgozni, ugye augusztus 30-án van az első nap, szeptember 4-ig tart a verseny, de jóval előtte egy akklimatizálódás, aki utazik a csapat, hiszen hát itt 6-8 órás időeltolódásról beszélünk. Egy fiatal versenyzőnél is nagyon fontos, hogy érezze maga mögött mellett az edzője támogatását, van esély arra, hogy esetleg ott leszel a VB-n? Volt erre kérdésem, és volt erre egy kis próbálkozásunk. A helyes szemlélet szerint ugye nagyon jó lenne, ha ott lennék, mivel ugye itt az IFI EB is bemizonyította, hogy jó volt az, hogyha amikor az egyéni számok nem úgy sikerültek, ahogy szerettük volna, és össze kellett szedni magunkat, és újra felállni, és újra bebizonyítani, hogy mégiscsak tudjuk, amit tudunk. Itt az utazás, ami nagyon körülményes és elég hosszadalmas. Én úgy látom, hogy nem sok esély van arra, hogy menjek, de ha megtaláljuk a lehetőséget, mindenképpen. Budapestre költözik Busz Iván, a Kék Cápák korábbi csapatkapitánya. Az élvonalbeli kosárlabdázással felhagyó játékos az NB1B piros csoport újoncánál, az Újpest Megyeri Tigrisek csapatánál folytatja pályafutását. Kezdjük a történetet a végéről. Az előző szezon végén bejelentetted, hogy élvonalban nem kívánod folytatni a kosárlabdát. Adódik a kérdés, miért, hiszen a lehető legjobb korban vagy. Igen, azért ennek már hosszú időszaka volt, amikor elkezdtem gondolkodni. Inkább legjobban azt mondanám, hogy átalakult nagyon a magyar kosárlabda szerintem az elmúlt években. Abszolút versenyképes lett, és piacképes is lett a másodosztályú kosárlabda. Emiatt nagyon sok olyan magyar játékos, aki kiegészítő ember szerepét vállalja az A csoportban, már a piros csoportban, vagy akár a zöld csoportban kezd el kosárlabdázni, hogy folytatja ott a karrierjét. Nem egy, nem két ilyen példa van, és ahogy látjuk most a bejelentésekben nyáron, egészen meglepő példák is vannak erre. Emiatt igazából a szerep, ami a legjobban vonzott, hiszen tisztában vagyok a képességeimmel, korlátaimmal, azt tudom, hogy NB1 A csoportban már nem tudtam volna olyan szinten kosárlabdázni, meg olyan szerepben, amiben én élvezem a kosárlabdát, emiatt szeretném még, tehát még kicsit visszás volt, mert sok helyen az úgy jött le, hogy befejeztem a kosárlabdát, nem fejeztem be a kosárlabdát, szeretnék még egy pár évig pattogtatni, de ezt mindenféleképpen úgy tényleg, hogy élvezem, és emiatt élődött már bennem a gondolat, sőt nem mondom, hogy amikor feljutottunk, sem ment át a fejemen, de akkor volt ott az eufória, meg nem tudtam tiszta fejjel gondolkodni, pedig tudtam, hogy ez fog történni, hogy úgy döntöttem, hogy mindenféleképpen, még ha már ennyit küzdöttünk azért, hogy élvonalba jutassuk a Nyíregyházát, akkor még elvállalom ezt az évet. A nyíregyházi évek előtt beszélünk egy picit arról az időszakról, amikor egy nagyon sikeres korosztály tagjaként, junior bajnok csapat tagjaként 18 évesen elkerültél Nyíregyházáról, úgyhogy nem itt lettél. Átcsoportos kosaras, két évet töltöttél Pakson, aztán egyes Sopronban, egyes Szombathelyen. Nagyon fiatalon került idegen közegbe. Átcsoportos csapatokhoz erre az időszakról, hogy emlékszel vissza? Úgyhogy nagyon hirtelen jött a váltás, az tény, viszont már előtte tisztában voltam vele, hogy nem itt képzelem a jövőmet. Ennek személyes okai voltak. Ugye én voltam például az egyetlen játékos, akit abból a generációból nem hívtak fel felnőtt csapathoz edzeni. Emiatt én nem is terveztem, hogy itt folytatom, ez akkor 2011-ről beszélünk. Nagy szerencsém volt, hogy az akkori utánpótlás válogatott, úszás válogatottnak az edző Völgyi Péter felfigyelt rám. Eleve 17 évesen el is vitt az úszás EB-re. Olyan játékosokkal, mint Eilingsfeld Jani ugye a Paksból, vagy például most nekem Madár Andrisi csapattársam volt, az egy nagyon-nagyon nagy mérföldkő volt az életemben, meg jól visszaemlékezni, és akkor volt az, hogy az Alegerszeg bajnok lett, és Völgyi Péter pedig Paksra ment edzősködni, és szeretett volna vinni magával, és akkor végül el is mentem vele. Ott nagy szerencsém volt, hogy Singer Zoli csapattársam volt, és egyben lakótársam is, így kicsit könnyebb volt áthidalni a költözés, meg az egyedüllétet. Hirtelen volt, nem nagyon találkoztam még addig ilyen egyedül, amikor az ember egyedül olyan nehézségekkel, és hát ott szembe kellett néznem vele hirtelen, meg elég jó kis csapatba kerültem, elég nagy nevek közé. Említhetném most Vojvoda Dávidot, Tóth Ádámot, mondjuk akkor ők még fiatalabbak voltak, de Kálmán Tamást, sokszoros válogatott kosárlabdázó, és hát mély víz volt, meg terelgettek is szépen.
aztán 4 év után visszakerült egy Nyíregyházára, akkor, amikor nem épp a legjobb időszakát élte a klub. Nagyon nem. Nem is jó annyira visszaemlékezni arra az évre, és nem is feltétlen amiatt, hogy kiestünk. Hát a legrosszabb emlékeim talán ahhoz az évhez köthetőek. Említsem például a 4-szeres hosszabbításos vereségünket a Gabányi csarnokban, a NAFC ellen. Az volt az egyik legrosszabb, hogy a csapat kohézió sem tudott annyira kialakulni a játékosok között, mert szerintem nagyon-nagyon sokat nyomott alatba, hogy nem is volt saját csarnokunk. Úgy edzettünk, meg úgy éltük a mindennapjainkat, mint régen az utánpótlásban, hogy mentünk a kis edzéscuccunkkal, edzés után már mennünk kellett, mert zárta az általános iskola, tehát elég vontatott és zaklatott év volt. Aztán következett 5 év a B csoportban, lehet azt mondani, hogy évről évre lépett előre a csapat, aminek a betetőzése volt tavaly a feljutás. Ez az időszak milyen volt? Az elsőben talán csak nyíregyházi játékosokkal, aztán ugye a B csoport miatt egy légióssal, de nagyon sok magyar játékosa, és talán azt lehet mondani, hogy egyre több nézővel. Igen, érdekes mindig ezeket az éveket a légiósokkal kapcsolom össze, mert nekem ugye, ahogy említetted, egy légiós lehetett csak, és mindig emlékszem, hogyha Sridján volt, akkor az melyik év volt, mert egyébként már össze-össze folynak, tehát már nem tudom megmondani azt, hogy például Czura Attila Cucu mikor ment el, Nagy Kriszó mikor ment el, hogy így már nem tudom nagyon megjegyezni, de utána, hogyha összerakom, akkor mindig megvan, hogy melyik évben végül mit értünk el, milyen meccsek voltak, és ahogy mondott, tényleg évről évre fejlődtünk, meg egyre jobb lett a csapat az első évben, tényleg ez a, azt hiszem, szintiszta nyíregyházi csapatunk volt, és akkor volt, azt hiszem, hogy 95-ös volt a fiatal korhatár, hogy 95 után szülöttnek pályán kellett lennie, ugye a B csoportban ez 40 percen keresztül volt, és hát szinte minden csapatnak 95-ös volt ez a játékos, hát nekünk bedobták akkor a tehetséges fiataljainkat a mély vízbe, tehát Csitku Marci, Fazekas Csabi, Mokánszki Máté, Vaskó Gyuri, mindenki 2000-esként, meg 99-es születként töltötték be ezt a szerepet, tehát nagyon fiatal csapatunk volt, ugye kuriózum is volt, hogy csak nyíregyháziakkal, és de már abban az évben is egyébként szép eredményt értünk el szerintem, és akkor utána tényleg évről évre fejlődtünk, igen, már jöttek magyar légiósok a nyugati delegáció után Brunóval, meg Tóth Gerivel, azért ők nagyon, nagyon sokat segítettek, és igen, már amikor a Covid szezon volt, ami félbeszakadt, én úgy gondolom, hogy már akkor is meg lett volna az esélyünk a feljutásra, de hál' Istennek a következőben sikerült is. Említette ezt a NAFC elleni idegenbeli meccset, amit elveszítettetek többszörös hosszabbítás után. A nyíregyházi időszakból másik oldalról kell kiemelni egy meccset, melyik maradt a legemlékezetesebb? Azért szerintem az elég könnyű. Mindenféleképpen az 5. meccs a BKG ellen, amikor feljutottunk. Tehát volt sok emlékezetes, de azokon az érdekes, mert valószínűleg gondolkodnom kellene, ezen viszont nem kell gondolkodnom. Ha az A csoportban talán azt mondom, hogy a Szolnok elleni idegenbeli, az nagyon megmaradt, mert azért nem nyerni járnak a csapatok, már nem annyira egyháza. Összességében milyen volt ez az előző szezon? Te kevesebbet játszottál azért, mint amit a korábbi években mondjuk értelemszerűen, de a csapat abszolút sikeres volt. A nézők is visszatértek a lelátóra, tehát azt lehet mondani, hogy egy jó hangulatú idényen vagyunk túl, és csapatkapitányként azért abban komoly szereped volt, hogy itt már 5 légióssal azért meglegyen az öltözőben az összhang, ami kell az eredményekhez. Igen, szerintem egyébként ez a mi mércének megfelelően szerintem az abszolút egy ilyen sikersztori volt. A tavalyi, szerintem, hogyha évelején megkérdezték volna a szakértőket, vagy akkor a kosárlabda szeretőket, hogy kit gondolnak, hogy ki fog esni, 10-ből 9-en minket mondtak volna, amit jogos is, mert költségvetésileg is ugye az aljához tartozunk a mezőnynek, vagy tartoztunk, illetve mindig a friss kiesőnek, vagy a friss feljutónak azért újonként nehéz szerepe van. És ugye úgy is kezdtünk, tehát az a 0-6, ott sorsolás ide vagy oda nem jött jól, és akkor utána arra is nagyon jól visszagondolom, amikor Meni érkezett, és Zsinórba 5 győzelemmel stabilizáltuk a helyünket. Voltak hullámvölgyek, abszolút egyébként a szezonban, de pont beszéltük is egymás között, hogy szerintem, hát követem körülbelül 20 éve a Magyar NB1-et, szerintem most volt tényleg először egy olyan szezon, 20 év alatt, hogy bárki, bármikor, bárkit, bárhol. Mert minden évben volt egy klub, akinek anyagi gondjai lettek évközben, és már nem olyan kerettel tudott kiállni, vagy egy ilyen pofozógép szerepet felvett valaki. Idén senki nem mehetett biztos a senki ellen, és ezt mutatták is az eredmények. Tehát
volt úgy, hogy nem titok, beszéltük, amikor 2-3-szor kikaptunk, és talán olyan meccsen kaptunk ki, amit lehet, hogy nyerhettünk volna, vagy volt rá is esélyünk, és mentünk Szolnokra. Beszéltük a fiúk között egymás között, hogy finoman szorosan nekünk áll a zászló, erre nyertünk. És ez nagyon sokszor előfordult, úgyhogy ez ilyen nagyon őrült szezon volt, és hál' Istennek a végén majdnem azt mondom, izgalommentesen jól jöttünk ki belőle. Látva az A csoport kor elnökeit, azt lehet mondani, hogy akármilyen 8-10 évig kosárlabdázhatsz, mi lesz a következő állomáshely? Budapestre költözök, ennek van magánéleti oka is, de mindenféleképpen ott szerettem volna egy kis környezetváltást, és a Megyeri Tigrisek csapatába fogom folytatni. Ők most jutottak fel a piros csoportba, az zöld csoportból. Megkerestek, ők már kapcsolatban álltam a Surman Gáborral, már 2 vagy 3 éve is szeretett volna, akkor azért még nem voltam nyitott a váltásra. De most megérett, és egyébként nagyon hamar megegyeztünk. Azt tudom jól, hogy a Cápák meccsének online közvetítését nagyon sokan nézik, olyanok, akik Nyíregyházáról kerültek el az országba, máshogy élnek, vagy akár a határokon kívül is. Mostantól csatlakozz le ez a társasághoz? Nem is kérdés. Amikor csak tehetem, hogyha nem, akkor megpróbálom majd visszanézni, de abban is nagyon-nagyon reménykedem, hogy jönnek majd ki esetleg úgy meccsek, hogy itt haza tudok jönni, és akkor szurkolni tudok a látóról is, meg hát idegenben is, hogyha most ugye lesz budapesti csapat is megint, azért remélem minél többször megtalálható leszek a látón is. Az NB1-B zöld csoportban kezdve a következő szezont a Sunshine Nyíkse, a nyíregyházi kosarasok a második helyen végeztek az osztályozó tornán, de egy visszalépésnek köszönhetően elindulhatnak a harmadosztályban. Már a Final Four-ban is, amikor az első mérkőzésen néhány ponttal alul maradtunk a Budafok együttesével szemben, azért azt mondták, hogy érdemes küzdeni és hajtani, hiszen a szövetség részéről is, mert ki tudja, ha valaki visszalép esetleg az NB1-B csoporttól, akkor indulástól, akkor lehet, hogy esélyünk nyílik arra, hogy másodikként, ha megszerezzük a második helyet, akkor tovább léphessünk. És ez így is történt, megszereztük a második helyet a Final Four-ban. Nagy küzdelem volt, szép játék volt, a fiúk összeszedték magukat az első mérkőzés kudarca után, és sikeresen abszolváltuk. Ezt követően pedig már csak a várakozás volt, hogy július 15-ig ki az, aki nevez a zöld csoportba, és tudomásunk szerint az Elite Basket végül is úgy döntött, hogy nem indul. Így hát mi, mint második helyezettek lettünk felkérve arra, hogy induljunk a B csoportban. Azt szokták mondani, hogy 7. év vízválasztó sok mindenben, 7 éves az egyesület, ezzel teljesült egy álom. Az egyesület az nem 7 éves, már 11, de az NB2-es csapatunk, az NB2-es indulásunk az már igen 7 éves. És a 7 évvel ezelőtt egy fiatal juniorból, úgymond idézőjelben kiöregedett gárdával indult el a csapat, és így indultunk az NB2-ben, még ha jól emlékszem, október-novemberben indultunk el talán, tehát késve adtuk le a nevezést is, és azt befogadták, és talán már második-harmadik évtől olyan sikerek voltak, amely bronzére, ezüstérem, majd a Final Four-ban való részvétel már tavaly. Tehát szépen lassan érezhető volt, hogy a befektetett munka, a befektetett energia, az most már oda az élre sodort minket, és oda juttatott minket, és ezzel mikor nyílik lehetőség. Azt mondják egyébként, hogy sokkal nehezebb 50-60 csapat közül feljutni, mint mondjuk már fent az NB1-B zöld csoportjában, adott esetben egy-két csapatot megverve bent maradni. De hát kíváncsian várjuk majd, hogy hogyan sikerül ez a szereplés nekünk. Korábban kupameccseken már bizonyította a csapat magasabb osztályú ellenféle szemben is, hogy talán meg is érett már erre az osztályváltásra, mégis azonban magasabbak a követelmények, mások a feltételek. Mi az, aminek meg kell felelni olyan tekintetben, ami esetleg per pillanat még nincs meg? Mindenben nagyon nehéz. Tehát az, hogy egy-egy mérkőzésre ott tudtunk olyan ritmust felvenni, mint amit az NB1-B zöld csoportja diktál, egy-egy mérkőzés erejéig, ez benne van. De az, hogy ezt folyamatosan hozni és küzdeni a bennmaradásért vagy jobb helyezésért, középcsoportért, ennek több feltétele van. Nyilván a játékosoknak is valamivel több és minőségibb edzésre van szükség. Nem kell elfelejteni, hogy a játékosok többségeit még mindig vagy tanul, vagy pedig már komolyan dolgozik és családalapításon is túl van.
Tehát, hogy ezekkel összeegyeztetni, egy kicsit magasabb vagy több edzést biztosítani, illetve egy-két játékost frissíteni, az egy kihívás. Ugyanakkor az utánpótlás is egy nagyon fontos tényezője az indulásnak, hiszen U20-as csapatot kell üzemeltetni, ezért nyilván számítunk arra, hogy akár egy együttműködés keretében más egyesülettel közreműködve a mi U18-asainkat is felhozva, felerősítve az U20-ba is megálljuk a helyünket, és U20-as játékosokat is tudjunk biztosítani. Többek között a pályán is lenni kell mindig egy U20-as korosztályú játékosnak. Ez tovább nehezíti a feladatot, hiszen őket be kell integrálni egy ilyen minőségű, egy ilyen színvonalú bajnokságba. Eddig az volt a jellemző, hogy Zömében nyíregyházi kosarasokkal álltatok fel, marad ez a vonal? Igen, határozottan. Szeretnénk is, hogy maradjon. Ez egy nyíregyházi csapat, ez egy lokálpatrióta csapat. Mi a nyíregyházi fiataloknak szeretnénk lehetőséget biztosítani, azoknak, akik esetleg egy NB1 A csoportba ugye nem jutnak el, vagy nem fognak tudni eljutni, ugyanakkor képességeik alapján feljogosíthatók arra, hogy igenis részt vegyenek az NB1 B csoportos bajnokságban, és erre a nyik sem a legkitűnőbb lehetőség. Ugyanakkor az is egy értelmű, hogy ezzel meg tudunk tartani nyíregyházi kosarasokat, játékosokat, akik esetleg majd ide jönnének a környékre tanulni. Most is olyan tárgyalásaink vannak, hogy ide Nyíregyházára visszajövő játékost szeretnénk hazahozni. A szakmai stábról a keretről talán még korai kérdezni, azt viszont már meg lehet kérdezni, hogy mikor kezdődik a felkészülés, hiszen talán elmondható, hogy kiszámíthatóbb már ebben az osztályban a bajnoki menetrend, mint mondjuk az NB2-ben volt. Igen, augusztus 8-án kezdődik a felkészülés teljes erőbedobással, addigra a stábot szeretnénk teljesen felállítani hozzá. 8-ántól egészen szeptember végéig, szeptember végén pedig már a bajnokság veszi kezdetét, úgyhogy egy olyan közel két hónap felkészülés, másfél-két hónap felkészülésre van lehetőségünk. Szerintem ennek elégnek kell lenni. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!